Rákosmente önkormányzata látványos meglepetéssel készül az idei gyermeknapra. Az előzetes tervek szerint ugyanis május utolsó vasárnapján már birtokba velték a látogatók a Rákos keresztúri csúzdaparkot. A nyúldomban három játszóvár, kispályás grunt, valamint lábgolfpálya fogadja majd a családokat, akik az akkora szintén elkészülő helytörténeti sétautat egyaránt bejárhatják. A területre asztalokat, padokat és ivókutakat telepítenek a szakemberek, így valamennyi korosztály kultúrált körülmények között komfortosan tölteti a helyszínen a szabadidejét.